Karrier rovatunk mai főszereplője Baric Kati fotóművész. Kati, hogyan indult a karriered? Nagyon régen indult, igazából tényleg gyerekként. Megláttam egy fényképet, megláttam a fényképésznél a fotokamerát, ami olyan volt, hogy fekete lepel alá bújt a fényképész bácsi. Anyu elvitt bennünket, és akkor én azt mondtam, hogy én ilyen csodát akarok, hogy ilyen picibe rajta vagyunk a képen, és én sok embert fogok összegyűjteni, és mind az én kis blokkomba berakom. Kiskorban az ember elhatároz valamit. Mikor döntöttél úgy, hogy fotóművész leszel? Milyen iskolákat választottál? Mennyire voltál tudatos? Én azt hiszem, hogy az akarat volt bennem nagyon tudatos, hogy akartam valami lenni, valaki lenni, és azt hiszem, hogy híres szerettem volna lenni. És aztán úgy indultam, hogy ez az erő bennem végül is nagyon szabadjára engedett, és gondoltam, hogy az iskoláimat úgy fogom végezni, és minden munkahelyem, hogy ebből megéljek, vagy tudjak létezni, ezzel kapcsolatos lesz. Így, hogy mondhatom, hogy a fotográfiát autodidakta módon tanultam, de nagyon nagy szerencsém volt abban, hogy az iskolában rögtön voltak olyan tanáraim, akik megszállottan szerették a fényképeket csinálni, úgyhogy minden az én utamat egyengedte. Szerinted mitől lesz valaki művész? Mitől lesz valaki ebben a szakmában, a fotózásban igazi sztár, hogyha már sztár szeretné volna lenni? Igazság szerint nem is tudom, én azt hiszem. Talán attól művész valaki, hogyha én úgy gondolom, hogyha érzelemmel teli, és hogy valami olyasmit csinál, ami egyedi lehet. Azt hiszem, hogy a művészetnek az ereje abban van, hogyha a nézővel úgy találkozik, hogy valami újat tud mondani, és a nézőt úgy megérinti, hogy jön az élmény, hogy aha, ezt még nem láttam sehol, vagy olyan csodával van tele, hogy sugároz valamit. Én legalábbis nem magamban érzem azt, hogy művész, hanem az a kivetülés, nem ahogy viselkedek, hanem az a produkció, amit létrehozok, számomra a fénykép, hogy annak az üzenetet hordoz, tehát is olyan erős üzenetet, hogy az valahogy, ha a világba kikerül, vagy az emberek kezébe kerül, akkor ők gondolnak valamit róla. Én legalábbis ezt érzem művészetnek, és ez érint meg engem is. Mitől leszek épp igazán Baric Kati, és mik azok a stílusjegyek, amik rád jellemzőek? Mikor valaki azt mondja, láttam a képeidet, vagy képeket láttam, és tudtam, hogy az Baric Katié. És akkor én elgondolkozom rajta, hogy mi az, hogy Baric Katié, milyen stílus van rajta, ami valójában az enyém. És akkor azt mondom, hogy hát biztosan ember, az egy, biztos, hogy az ember szemben néz, mert nekem a szemkontaktus nagyon fontos, aztán van rajta valami, ami úgy beszáll az utolsó pillanatban, amit nekem úgy az égiek úgy betesznek szerintem, és akkor az a poén nem is biztos, hogy odavaló, de az akkor megtörtént, és ezt kaptam, és ismételhetetlen. Na, ez az enyém. Mi volt életedben az a fotózás, vagy az a pillanat, amit soha nem fogsz elfelejteni, ami azt érzed, hogy rányomta gyakorlatilag a szakmádra is a bélyegét? Amikor nagyon szemtelen voltam, mikor André kertész itt volt, és akkor én csináltam róla egy képet, és azt rögtön éjszaka lenagyítottam, és másnap reggel bementem a szállodába, és tudtam azt, hogy hol van, benyitottam a szobába, és azt mondtam, hogy ezt most neki dedikálnia kell, és beengedtek, és ő ott volt, dedikálta a tükörbe, ott volt nálam a kamera, belenézett a tükörbe, dedikálta a képet, és én átöleltem a vállát, úgy, mint a képén, ahogy ő felesége vállát átölelte. Azt mondom, te figyelj ide. Ez a pillanat mindent vitt az életembe. Azok közül az emberek közül, akiket fotózol, a profi modelleket szereted jobban, vagy az amatőrökkel könnyebb, vagy nehezebb, és pont ezért nagyobb kihívás, vagy izgalmasabb kihívás? Az az igazság, hogy nem fotózom profi modellekkel. Ezt úgy eldöntöttem akkor, amikor találkoztam profival, és a profi általában irányítani akarja a fotográfust. Nekem mindig olyanok a modelljeim, akik még nem voltak profik, és nagyon fiatalon gondoltak arra, így mint például a Kokó is. 16 éves volt, amikor fotóztam, és megindul bennem valami folyamat, hogy ő szeretne színésznő lenni, vagy modell lenni, vagy valami olyan szakmát választani, ahol tényleg rivalda fénybe van. És én ebbe voltam nagyon szerencsés, hogy megkaptam azt a pillanatot, vagy azt az időszakot az életükből, amikor ők ezzel a gondolattal elindultak. Tehát nagyon ártatlanként kerültek a kamerám elé, ami mindenen túlmutat, és minden lelki mélységet is hordoz magába. Ez számomra csodálatos. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said,
Végezetül mi lenne a leghasznosabb, legpraktikusabb tanácsod a jövő fotós generációi számára? Két üzenetem van a fotósoknak, vagy azoknak, akik fényképeket csinálnak. Az egyik, hogy ne felejtsék el azt, amit Vilmos Zsigmondtól hallottam, hogy a fénykép az fény és kép. A másik pedig az, hogy az egyik mesterem azt mondta, hogy a képnek pihenni kell. Tehát türelem kell, megcsináljuk a képet, és nem biztos, hogy azt azonnal el kell küldeni. Annak érnie kell. És az, hogyha holnap is, holnap után is előveszed, és úgy érzed, hogy benne van az az erő, az a csoda, akkor az talán az a kép értékes. Na, még legyen egy harmadik, jó? És akkor azt mondta Réti Pali bácsi, olyan aranyos volt, hogy amikor a kiállítást megcsinálod, és szép képeket csinálsz, és a kiállítást megnézed, akkor az emberek hazamennek, és azt mondják, hogy ez szép, 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 de hamar elfelejtik. Az a kép, amiken van valami, ami nem oda való, vagy bosszant, azt az egy képet meg fogják jegyezni. Talán az a művészet. I'm running late and I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.